érkeznek a kisgyermekes családok a Kálvári Kálvária Parkba. A város olyan közösségi térrel gazdagodott, melyet szívesen használnak a helyiek. Az önkormányzat kandelláberekkel övezett sétányt alakított ki a területen, a meglévő játszótér mellé pedig egy 40 négyzetméteres fedett filagóriát is építettek. A beruházás összköltsége több mint 18 millió forint volt, ebből 10 millió forintot a vidékfejlesztési programból nyert a városvezetés. A fennmaradó összeget az idei és a jövő évi költségvetésből biztosítja az önkormányzat. A Kávárja Parkban 2019-ben az önkormányzat önerős beruházásból egy játszóteret épített. Ennek több mint 10 millió forint értéke. Új játszótéri eszközöket helyeztük el, és a, ezt a játszóteret a gyermekek használták. De most ehhez kapcsolódóan álmodtuk meg ezt a továbbfejlesztését, és itt már a felnőttek által is használható, tehát a, a felnőtteknek a szabadidő hasznos eltöltésére illetőleg sportolásra is alkalmas, tehát futásra is alkalmas sétányt, illetőleg parki sétányt alakítottunk ki. Hát bízunk benne, hogy nem csak az idegen forgalom rendül fel, hanem az itt lakóknak a szabadidejének a hasznos eltörtéséhez is hozzájárultunk, amellett, hogy a települési környezet is szépült. Az átadó ünnepségen részt vett vinnai győző, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta: Évente közel 92 ezer gyermek születik hazánkban, a családtámogatási rendszer nélkül pedig 15 ezerrel kevesebb születne. Mint mondta, fontosak ezek a kisebb léptékű, a lakosság komfortérzetét növelő beruházások, amelyek közvetve a település népesség megtartó erejéhez is hozzájárulnak. Az átadást követően a 2022-ben született gyermekek tiszteletére életfát ültettek a parkban egy életfát is elültetünk, amely ugye a, az újrakezdést, az ősi termékenységet jelenti a magyar hiedelem világban, vagy mondhatom azt is, hogy a családot olyan a fa gyökeret és elágazik, mint hogyha, ö, gyakorlatilag egy család lenne, hiszen egy család is így terebélyesedik, és hogyha vannak gyerekek, akkor egy település népesség megtartó ereje is erősödik, és itt Rakamazon az a célunk, hogy ez a népesség, hiszen Rakamaz az körülbelül egy 4500 fős kisváros, itt a Tisza partján, erősödjön és rakamazon jó legyen élni. Rakamaz vezetése 2020-ban várossá válásának 20. évfordulója alkalmából döntött arról, hogy az ezredfordulóig visszamenőleg életfát ültetnek a településen született gyermekek tiszteletére. A Kálvária Parkban ez volt a 23. facsemete, amelyet elhelyeztek.